Napot kívánok, sziasztok! Ebből a regényből a The Old Republic korszakában játszódó besurranós, akciódús kémtörténetet ismerhet meg az olvasó, melyre nem a megszokott karakterfejlődés jellemző, először azt hittem, hogy nincs is. A történet főszereplője egy kém, akinek a szitek hatalmas pusztításra képes szuperfegyverével, az Ascendant Spear nevű hadihajóval kell szembenéznie. Ez a Star Wars univerzumban már sokadik szuperfegyver, a biomechanikus tulajdonságai miatt marad emlékezetes. Theron Shan, a köztársasági hírszerzés ügynöke, óvatos, kiszúrja a gyanús elemeket, apró jelekből méri fel a terepet, mérlegeli, hogy mivel okoz kevesebb kárt a küldetésre nézve, a zűrzavar keltéshez kihasználja a mások gyanakvását, megpróbálkozik a dacolással. A nem erőérzékeny férfi jeleneteit feszültség jellemzi, nagy kezdeményezőkészségű, ösztönös megérzésű, rátermett, felelősnek érzi magát Teffiszért. A Twi'lek csempésznő Teffisz összetett személyiség nem mindig van egyértelmű, észszerű magyarázat tetteire, hozzáértő, független, nagyképű, mégis gondoskodó és figyelmes, őt is részben a pénz motiválja, lojális az üzletfeleihez, legalábbis amíg ki nem fizetik. Hogy a Tion testvériségben maradhasson, szüksége van a pénzéhes Gorvikra, aki fekete humorral bír és sokra tartja magát. Az író az olvasó előtt egy kicsit felvillantja a sötét tanácsot, főleg a körültekintő, rangidős, helyezkedő Darth Mara karakterén keresztül, aki nem szereti, ha nyilvánvaló dolgokat mondanak neki, vagy ilyen kérdésekkel zaklatják. Azonban a középpontban a hatalomérség szempontjából sablonos Darth Kerid áll. A falin nő megveti ellenfeleit egoista, ravasz, vakmerő, egyszerre lehet ellenség és szövetséges, de sajnos nincs elmélyítve a karaktere. A Keldor Jedi Gnos Dural egykor Kerid mestere volt, szűkszavú, sokat tud a szitekről, nem vevő az ügynök csípős megjegyzéseire, a döntései logikusak. Tetszik, hogy nem kifejezetten a korszakra jellemző szürkülő Jedi típusba tartozik, hanem pozitívabban szemléli a dolgokat és a cselekedeteivel is erre törekszik. Satil Shan szerepeltetése a szereplők egymáshoz való viszonyának árnyalását segíti elő. Találkozunk még a keménykező Marcus Trenttel, a hírszerzés igazgatójával, aki mérges terrorra magatartása miatt. Jace Malcolm, a köztársasági hadsereg főparancsnoka, a nagy célra a Spear megsemmisítésére koncentrál. A háború által befolyásolt jellemének ábrázolása és gondolatai tetszettek. A cselekmény tetőpontjának csúcspontja számomra nagyon fura lett, gyorsan elintézte az író, ütősebbet szerettem volna. A regénnyel szoros kapcsolatban áll az előtte játszódó, az Elveszett csillagok című képregény, amit érdemes a regény előtt elolvasni, mivel néhány főszereplő között abban alakul ki a kapcsolat. Ez leginkább az ügynök és a csempész közti szócsatákra igaz. Azt nem olvastam, így előfordul az, hogy aki olvasta a képregényt, az másként fog a szereplőkre tekinteni, mint aki a regényben találkozott velük először. Összességében véve tetszett, izgalmas, de van tőle jobb is, és nem csak a The Old Republic idején. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!